Belépéskor ellenőrzés. Gördülékenyen zajlik a reggeli testhőmérséklet mérés a Bajai SC intézményeiben. Béremelés az egészségügyben. Az orvosok és az ápolók fizetése is nő, januártól pedig a házi orvosok fizetését is szabályozzák. Debütált a Kyo Dojo. Első versenyén szerepelt a Szerény Csenge által alapított karate klub. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió október 13-ai keddesti híradója már is kezdődik. Két héttel ezelőtt, október 1-én kezdődött meg a kötelező testhőmérés a közoktatási intézményekben. A kormány rendelete szerint az óvodákban és iskolákban csak abba az esetben léphetnek be a tanulók és a nevelők, ha a testhőjük nem haladja meg a 37,8 Celsius fokot. A tapasztalatok szerint az ellenőrzések rendben zajlanak. Az intézkedések nem akadályozzák a reggeli iskolakezdést. Egymás után érkeznek a diákok a Tűr István technikumba. A bejáratnál tábla figyelmezteti a látogatókat arra, hogy csak kötelező testhőmérést és kézfertőtlenítést követően lehet belépni az intézménybe. Október 1-én léptek érvénybe az új biztonsági intézkedések, amelyek csökkentik a járvány iskolán belüli terjedését. Bor Katalin, az intézmény igazgatója elmondta, örömmel várták a szeptemberi tanévkezdést, néhány diáknak azonban már az első hetekben vissza kellett térnie a digitális oktatáshoz. Nem sokáig élvezhettük ezt a maradéktalanul ezt a kontaktoktatást, mert rögtön az első héten karanténba került egy osztályunk. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium járványügyi protokoll javaslata alapján intézkedési tervet dolgoztunk ki, és ennek a szabályai szerint zajlik jelenleg is az oktatás. Az intézményvezető kiemelte, azoknak a tanulóknak sem kell aggódniuk, akik karanténba kényszerülnek. A tananyagot és a megoldandó feladatokat az előző fél évhez hasonlóan online rendszeren keresztül juttatják el az érintetteknek. A kezdeti aggályokkal szemben a biztonsági intézkedések mellett is zavartalanul folyik az oktatás a tagintézményekben. Emelte ki Virág Tibor. Szeptember legelején beszereztünk nagyon nagy mennyiségű fertőtlenítőszert, és a centrum 17 telephelyére összesen 40 hőmérőt. Ezért szeptember végén jelent meg a kormányrendelet, ami a testhőmérséklet mérését előírta október 1-től, illetve a belépés, a bejutás rendjét korlátozta a külső iskolahasználók számára. Örömmel mondhatom, hogy előtte egy héttel mi már rendelkeztünk megfelelő eszközökkel, és mértünk folyamatosan. A kancellár hozzátette, a diákok minden tagintézményben betartják a biztonsági előírásokat, a szünetekben és a tanórákon is viselnek maszkot és ügyelnek a távolságtartásra. Az operatív törzs a héten országszerte 28 óvodában és 16 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 130 osztálynál pedig digitális munkarendben zajlik az oktatás a koronavírusos megbetegedések miatt. Tovább emelkedett a fertőzések és az elhalálozások száma az országban, de a tesztekből is többet végeznek, jelentette be tegnap az operatív törzs sajtótájékoztatóján Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos azt is elmondta, hogy a krónikus betegségben szenvedő vagy a nem kezelt betegségben szenvedő és az idős emberek komoly kockázatnak vannak kitéve. Tőlük azt kérik, hogy folyamatosan tartsák a kapcsolatot házi orvosukkal vagy szakorvosukkal. Nem szabad megfeledkezni a higiéniai szabályok betartásáról sem. Fontos, hogy a maszk ne csak a szánkat, hanem az orrunkat is takarja el, illetve ismét felhívták a figyelmet a kézmosásra és a kézfertőtlenítésre is. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a napokban az Országos Mentőszolgálat kifejlesztett egy elektronikus mintavételi űrlapot, amely egyszerűbbé teszi a mintavételt az orvosok számára, a hatósági házi karantén betartását pedig folyamatosan ellenőrzik. Az orvosok jelentős mértékű, jövőre induló, több lépcsős béremeléséről döntött múlt héten az országgyűlés. A jogszabály egyik újdonsága, hogy létrehozza az egészségügyi szolgálati jogviszonyt. A jövőben állami vagy önkormányzati egészségügyi szolgáltatónál csak ilyen jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet végezni. Rögzítették a béremelés, az illetményszámítás és minősítés kereteit, továbbá a szabadságra és a munkaidőre vonatkozó szabályokat is.
A koronavírus járvány első hulláma alatt a legfontosabb cél az volt, hogy az egészségügy felkészüljön a védekezésre, és az ellátórendszer biztosítsa a szükséges hátteret a betegeknek. Az eszközök és a személyzet most már rendelkezésre állnak ehhez, mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. Az ápolóknak és orvosoknak nagy a felelőssége, ezért kezdeményezték az egyeztetést a béremelésekről a Magyar Orvosi Kamaránál. A legnagyobb teher az orvosokon és az ápolókon van, ezért tartottuk nagyon fontosnak, hogy az ápolói béremelés is folytatódjon. Az ápolói béremelés azt jelenti, hogy november 1-jével, tehát most 2020. november 1-jével, jövő hónap elejével 20%-kal nő az ápolónők fizetése, az ápolók fizetése, és 2022. január 1-jével további 30%-os béremelésre kerül majd sor. A 4 éves ciklus alatt így összesen 72%-os ápolói béremeléssel számol a kormány. Az orvosok több lépcsős béremelését az országgyűlés múlt héten egyhangulag fogadta el. Az új bértábla a kormánypárt elképzelése szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy az orvosok ne menjenek tömegesen külföldre dolgozni. A HVG által megkérdezett Ausztriában dolgozó magyar orvosok szerint a béremelés szükséges, de önmagában nem elég ahhoz, hogy a külföldön dolgozó magyar orvosok visszatérjenek. Szerintük a munkakörnyezet, a kollégák motiváltsága, a béren kívüli juttatások és az infrastruktúra legalább annyira számít. Ma 11-12 fajta jogviszonyban végeznek orvosi gyógyítási tevékenységet a kórházakban, ezért nehéz átlagbért meghatározni. A bértáblából tudunk indulni, ahhoz képest 125%-os emelésre kerül sor. Ez azt jelenti, hogy már egy 3 éve dolgozó rezidensnek, tehát aki szakorvosi végzettséggel nem rendelkezik is, január 1-től 613 000 forint bruttó jövedelme lesz. Egy 40 évet meghaladó szolgálati idővel rendelkező orvosnak majdnem 1 700 000 forintos bruttó jövedelme lesz. A legmagasabb bér 2 800 000 forint fölött lesz Magyarországon. A törvény büntethetővé tette a hálapénzt olyan módon, hogy a vesztegetés és annak elfogadása 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Arról, mi számít jogtalan előnynek, az egészségügyről szóló törvény rendelkezik. A háziorvosok bérezését is január 1-től szabályozná a kormány. A bértáblában szereplő összegnél ők sem kereshetnének kevesebbet. Hangzott el a Kormányinfón. Közzétették, hogy mi várható az őszi adócsomagban. A módosítások középpontjában az adóadminisztráció egyszerűsítése áll, illetve több államigazgatási ügy ingyenessé válik. Könnyebbé teszik az adótartozások rendezését is. A javaslat szerint jövőre a vállalkozások 3 millió forintig, a magánszemélyek 1 millió forintos tartozásig egyszerűsített kérvényben kérhetik tartozásaik 12 havi pótlékmentes részlet fizetését. Emellett mentesítik a szállodákat és az utazási irodákat a turizmusfejlesztési hozzájárulás alól tekintettel a járványhelyzetre. A kezdő vállalkozások számára elérhető mentorálási időszakot meghosszabbítják és egyszerűsítik a helyi iparűzési bevallások rendszerét is. Továbbá csökkentik a kisvállalati adót, illetve ezt az adózási formát több cég is igénybe veheti majd. Gyenge évet zártak a méhészek az idén, nem csak a napraforgó és a repce virágaiból, hanem az akácból is csekély mennyiségű nektárt tudtak gyűjteni a méhek. A fagyok és a hűvösebb nyári időszak sem kedvezett a termelésnek, így exportra csak minimális mennyiséget tudnak fordítani a termelők. Nem csak a gyümölcs és a zöldség, hanem a mézára is drágul, ugyanis az idei év gyenge eredményeket hozott a hazai méztermelésben is. A március végi fagyok miatt a méhek legfőbb nektárforrása az akác is elfagyott, a fák virágainak 10%-a maradt épségben, illetve a szintén fontos mélegelőnek számító repce és napraforgó virágzásának sem kedvezett a július elejé hűvös időjárás. A gyenge méztermés a hazai gazdaságon kívül az Unió és a Kárpát-medence méztermését is hasonlóképpen érinti. Az idei évben nem tudtam éppen a meleg szárazság miatt sejemfűmézet sem termelni, nem volt érdemes hozzányúlni, hogy kínozzam a méheket családonként 2-3 kiló mézért. A napraforgó eleinte gyönyörűen megindult, és egy hét után megállt, és gyakorlatilag ott is egy elég csekély eredmény lett.
Gyakorlatilag az elmúlt évek átlagát tekintve egyharmadnyi termésünk lett. Bár az időjárás okozta az idei gyenge méztermést, a méhcsaládok hanyatlása is megnehezítette a méhészek munkáját, bár most nem volt országos szintű a probléma, tájékoztatott a harmadik generációs méhész Harti Imre. A méhész azt is elmondta, hogy bár idén exportra minimális mennyiséggel tudnak szolgálni, de a hazai ellátás biztosított. Ezt Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke is megerősítette. Az elnök beszámolt arról is, hogy minden lehetőséget megragadnak, hogy segítsék a méhészek munkáját. Egyfolytában lobbizunk az illetékes minisztériumnál, hogy próbálja segíteni a méhészeket, hiszen most már kijelentő, hogy csak piaci körülmények között a magyar, és általában az uniós méhész nem tud megélni, viszont ha mi méhészek nem maradunk talpon, annak komoly következménye lesz az egész ökológiára való tekintettel, hiszen méhek nélkül nincs élet. Az egyesület elnöke hozzátette, hogy a kormány ezt figyelembe vette, és folyamatosan növelik a méhészek számára közvetett támogatási formának tekinthető nemzeti programjukat, melynek felhasználásában nagyrészt szabad kezet kapnak a méztermelők. Bevezették a beporzási támogatást is, illetve az idei évre való tekintettel a válságkezelő csomagból is kaptak egy jelképes összeget. Bros Péter közölte, a méhek nagyon érzékenyek az apró, kedvezőtlen változásokra is, így szerinte a méhészeti helyzetre a megoldás az lenne, ha megvalósulnának azok a törekvések, amik bolygónk fenntartásának irányába viszik az emberiséget. Az agrárminiszter 2020-ban is kiírta a közösségi díja hagyományos termékekért pályázatot, amelynek beadási határideje november 9-e. A pályázat célja a hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutásának elősegítése, a fogyasztók körében való népszerűsítése, emellett a kimagasló tevékenységet folytató közösségek és egyének elismerése és példaképül állítása. A pályázaton társadalmi és egyéni kategóriában önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit társaságok, szociális szövetkezetek, valamint civil szervezetek vehetnek részt. A díj odaítélése pályázati rendszerben történik. A nyertes pályázók részére a miniszteri díj és elismerő oklevél átadására a termelői közösségek napja alkalmából december 10-én kerül sor. A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot és mellékleteit kizárólag elektronikusan PDF formátumban kell benyújtani a közösségi díj kukac.am.gov.hu elektronikus levélcímre az Agrárminisztérium borászati és kertészeti főosztálya részére. A felhívás és a pályázati adatlap a kormány.hu oldalról elérhető. Vácrátóton léptek először pástra a Baja Kyo Dojo Kyokushin karate versenyzői. Az egyesület 4 fővel képviseltette magát a szombaton rendezett országos megméretetésen. Szerény Csenge tanítványai dobogós eredményekkel zárták a napot. Bajnoki címmel és dobogós helyezésekkel debütált a Baja Kyo Dojo. Az elmúlt hétvégén a Vácrátóti kupára nevezett be az egyesület, ahol 3 korosztályban 4 versenyzővel indultak el. Az eredetileg nemzetközire tervezett tornán nagy létszámban vettek részt harcosok, így a végül országos bajnoksággá alakult versenyen színvonalas küzdelmek árán dőltek el a helyezések. Ugye a jelenlegi járványügyi helyzet miatt ugye korlátozások léptek életbe, úgyhogy a nemzetközi verseny az országos bajnoksággá lett minősítve, így is egy kimagasló magas létszámmal szerepelt, tehát jelent meg a versenyen, 90 induló volt összesen, ebből a 4 a Baja Kyo Dojo versenyzője volt. A nap a legfiatalabbak versenyével kezdődött, itt Kákonyi Ildikó révén volt érdekelt a bajai klub. A fiatal tehetség gyermekkettes korosztályban mínusz 32 kg-ban lépett pástra, majd szerzett bajnoki címet. Igazából az első egyvázári volt, az pedig Jordan Mavasival volt, és úgy döntött a víró, hogy betalált, úgyhogy betalált, és így nyertem. Serdülő férfi mínusz 43 kg-os kategóriában Cifra Csanát harciasan küzdött a körmérkőzések során, aminek eredményeképp élete első versenyén a 4. helyen tudott zárni. A szeniorok plusz 85 kg-os kategóriájában Dorogi Tamás a bronzig, míg Kákonyi Zoltán az ezüstéremig küzdötte fel magát.
Az újonnan alakult egyesület versenyzői most pihenőre vonulnak, majd hamarosan megkezdik a felkészülést a jövő évi országos és nemzetközi bajnokságokra. Hazai pályán szerepel a Bajai Bácska FKE NB1 B csoportos felnőtt férfi kosárlabda csapata. Cservék Csaba együttese szerdán 18 órától a Hoya Pannon Egyetem Veszprém csapatát látja vendégül. A mérkőzést a megszokottaktól eltérően ezúttal a Dr. Posta Sándor sportcsarnokban rendezik, ahova a jelenleg érvényben lévő szabályok betartása mellett ezúttal is várják a szurkolókat. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Belépéskor ellenőrzés. Gördülékenyen zajlik a reggeli testhőmérséklet mérés a Bajai SC intézményeiben. Béremelés az egészségügyben. Az orvosok és az ápolók fizetése is nő, januártól pedig a házi orvosok fizetését is szabályozzák. Debütált a Kyo Dojo. Első versenyén szerepelt a Szerény Csenge által alapított karate klub. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Én köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Estétől délen felszakadozik, csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, de az ország északi felén borult marad az ég, és több felé várható eső. Holnap az ország északi harmadán erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen valószínű eső, másutt a változóan felhős ég mellett több órára kisüt a nap, számottevő csapadék nem valószínű. Éjszaka és holnap északon a magasabban fekvő helyeken havas eső sem kizárt. A szél fokozatosan mindenütt nyugatira, délnyugatira fordul, többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7 fok között várható. Délnyugaton helyenként talajmenti fagy is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 12 és 17 fok között alakul.